Az elmúlt hétvégén befejeződött a 2013-14-es megyei első osztályú labdarúgó bajnokság. Vízilabda eredmény született, Tiszafüred Kisújszállás 7-4. Csapatunk 66 ponttal a bajnokság harmadik helyét szerezte meg. Kánikula, szórakoztató, nosztalgia zene, szurkoló családok, gólzápor. Ezzel végződött a Jász-Nagykun Szolnok megyei első osztályú labdarúgó bajnokság Tiszafüreden, ahol a Kisújszállás csapat vendégeskedett a záró fordulóban a hétvégén. Mintha mindkét csapat védelme nem állt volna feladata magaslatán. Potyogtak a gólok, már a 14. percben vezetett a hazai csapat 2-0-ra. Jogosnak vélt büntető és gyors kontragól után már is 2-2 a 26. percben. Nem is lesz ez olyan könnyű mérkőzés, replikázott Gál Zoltán edző a kispadnál. Cserével gyorsan átszervezte a védelmet, így már hatékonyabbá tette a hátsó alakzatot. Elől Németh Janker, Dorcsák Zoltán és Kalmár Ferenc volt eredményes, és a szünetben 5-2 állt a pálya eredmény jelzőjén. Ilyet ritkán látni focipályákon, hogy a térfélváltás előtt 7 gólt láthat a publikum. Gólzáporos első félidő. Fordulás után a vendégek is hatékonyabban őrizték kapujukat és annak előterét, de a Tiszafüred így is zicserek sokaságát hagyta ki a második játékrészben. Pesti a kisújjak gyors, fiatal szélsője kétszer is bevette a fiatal tiszafüredi Magi Máté kapuját, de még maradt Dorcsák és Tóth Tuti cipőjében utóbbi 11-esből gól, amellyel kialakult a végeredmény. Gál Zoltán edző nyilatkozata örömteli, de egyben kritikus. Ez egy ilyen nap volt, 11 gól egy találkozón. Közönség szórakoztató mutatvány. Helyenként öncélú játékkal végeztünk végül a dobogó harmadik fokán. Gratulálok a tiszafüredi csapatomnak. Újfalvi Erik vendégedző szerint a csapatára egész szezonra jellemző mérkőzést láttunk. A hazai együttesben Magi Máté először védte végig a találkozót, mivel Ulvicki Attila Szicíliában strandfoci meghívásnak tesz eleget. Máté testi felépítése és magassága, reflexei adottak a jövőben arra, ha kitartása és szorgalma lesz, követheti édesapja karrierjét. Jól védte a hazai kaput a 4 gól ellenére, több helyzetet, zicsereket is hárított. Nagy Tibor fiatal kora ellenére most már érett hátvéd játékot produkál hétről hétre. Ő is édesapja nyomdokain haladva értékes tagja a csapatnak. Előre játékának még kapura veszélyesebbé kell csiszolódnia. Bozsó László a régi tagja a Tiszafürednek, már itteni lakosnak számít. Fiatal kora őt is jobb csapatban való szereplésre ösztönözheti. Ehhez persze fegyelmezettség és sok kitartás szükséges. Tóth Tibor egyik legrégebbi biztos pontja a Fürednek. Játék intelligenciájával fontos láncszeme a csapatnak. Több poszton szerepeltethető, ez növeli értékét, de a hátsó alakzatban kihagyhatatlan szereplő. Farkas László szintén fiatal jobb szélen kezdett szombaton, majd belső védő feladatot kapott edzőjétől, amit szintén magabiztosan megoldott. Számít rá a szakvezetés továbbra is. Csábi Norbi helybeli értéke a füredi csapatnak, kétlábas hátvédként, szélső középpályásként kiemelkedő produkcióra képes. Fiatal kora ellenére kihagyhatatlan játékos a mai Tiszafürednek. Pelles András húzó embere tud lenni a csapatnak, fontos szituációkban jó döntéseivel és mesteri labdáival több támadást indított el. Ahogy mondják, szeme van a labdáinak. Az egész csapat elfogadja, felnéznek, hallgatnak rá, példásan neveli 3 gyermekét és mindene a foci. Németh Janker most kevesebb helyzetet teremtett, szerzett egy gólt, fáradtnak tűnt, de nélküle a csapat nem csapat. Sokat segíti a fiatalokat, igyekszik átadni tudását a pályán fiatalabb társainak. Őt is elfogadják a többiek vezérnek, bár nem ő a csapat kapitány, hanem Dorcsák Zoltán, aki 2 okos góllal járult hozzá a kunságiak kiütéséhez. Régen szolgálja a füredi labdarúgást, utánpótlás szakágvezető, folyamatosan képezi magát, az edzői pályára készül. Serutca Béla egyik humorfelelőse a csapatnak, ízes beszólásaival, poénjaival felelős a csapaton belüli állandó jó hangulatért. Foci tudásával a megye egyik legelismertebb játékosa. Hétvégén védekező és építő munkájával sokat tett a győzelemért. Rá is számíthatnak vezetői a jövőben.
Kalmár Ferenc a Szeged 2011 MB3-as csapatától igazolt télen Füredre. Ügyeletes gólvágó szerepet szántak neki, amit tavaszi szezonban szerzett 11 góljával teljesített. Ezen a találkozón kétszer talált a kapuba. Jó felépítése és fizikai ereje miatt egyéb posztokon is megállta a helyét, amikor edzője hátrébb vont a meccs közben. Csereként az NB1-es múlttal is rendelkező Lajkovics János fegyelmezett tanári játékával és hozzáállásával sokat segít a csapatnak. Nem fiatal már, de példakép. Törő Tamás tiszafüredi ifi játékos 2 hónapja mutatkozott be a felnőtteknél, 2 meccs, 2 gól, hátvéd létére. Mostani csereként is biztos pont a védelemben. Kontra Norbi, Bánik Dániel fiatal tehetségei gáledzőnek, övék a jövő. Becserélve néhány percet kaptak, és mint helybeliekre számítanak rájuk is a jövő csapatában. Dajka Mihály csereként elől tartotta meg rutinosan a labdát. Gólt most nem sikerült elérnie. Gázoltán mindenkinek adott játék lehetőséget az utolsó fordulóban. Tavasszal több játékos próbált ki az ifiből. Rájuk mindenképpen számítani lehet az új bajnokságban, hiszen Torma Sándor ifi csapata is eredményes évet zárt, 6-ok lettek, több játékost adott az elmúlt bajnokságban a felnőtt csapatba, de jelenlegi kerete is ambiciózus, törekvő, tehetséges fiatalokból áll, akik biztosítják az utánpótlást a felnőtt keretbe az egyesületen belül. Összegezve, amilyen körülmények, úgy infrastruktúrális, úgy anyagiak között kellett ezt a bajnokságot lebonyolítani a vezetőségnek, ahhoz viszonyítva dicséretes a 3. hely. Tavaly első volt a gárda, a centenárium tiszteletére sikerült megnyerniük a megyei 1. bajnokságot, akkor anyagiak hiányában nem vállalták a feljutást az MB3-ba. A kényszerű osztályozó előtt létavértes ellen már írásban előre be kellett jelenteni az egyesületnek a szövetség felé, hogy nem tud indulni a felsőbb osztályban. Most a 3. hely szép eredmény, és gratulálni lehet a Gáz Zoltán edző irányította Tiszafüredi Városi Sportegyesület labdarúgóinak.